Mindenkit üdvözlök újra itt, War Thunder repülés, mint ahogy tőlem megszoktathátok már. És amint látjátok, Phantom. Sok ember így agyfasz kap már, hogy kihallja, hogy meghallja, hogy Phantom, és nyilván jogosan, meg okkal, de ugye a legtöbb embernek az a véleménye a Phantomról, hogy szar. És amúgy ebbe nagy részt egyet is tudok érteni, mert tényleg a Phantomok általában tényleg szarok. És nyilván egy dologra lehet használni őket, az, hogy bázisbombázol, vagy rakétázod a FFR-ekkel a repteret szimóba, és köbét ki is fújt. De nyilván nem mindegyikkel kell ezt csinálni, meg amúgy tehát lehet trollkodni a Phantomokkal is, ez a Gunpod Stealth Belt kombó. De most ugye nem csak arról lesz szó. Ugye két olyan Phantom van a VT-be, ami mondhatjuk azt, hogy jó. Ugye az egyik az F4 EJK, a másik a Kornas 2000, de az majd egy külön videó témája lesz, talán egyszer csak. És most visszatérjünk ugye kizárólag az F4 EJK-ra. Ugye ez egy sima F4E, ugye a J az japán importot jelent, ugye a K meg azt, hogy tehát modernizált, ugye ezt már a japánok modernizálták maguknak. És amúgy elég jól sikerült. De hogy mi ez a modernizációs csomag, és ez hogy néz ki, és mitől modernizált ez a Phantom. Ezt úgy lehet a legjobban látni, hogy X-ray-be bementek, és amint látjátok, hogy olyan APG-66J radar, ugye ez egy F-16 radar, igen, ugye a J az, hogy japán programhoz készült, ugye az FJ, vagy a EJK-nak ugye a modernizációjához, ez a modernizációs csomag része volt, vagy így is fogalmazhatunk, és ugye nyilván megkapta a VT-be is. Ugye ez tartalmaz egy F-16 HUD-ot, vagy ha a szimószal, akkor azt fogjátok látni. Nyilván a Gunsight nélkül, mert az nem került bele, mert miért került volna, hogyha már copy-paste. Van neki SRC PD-je, tehát ugye Pulse Doppler radar. Sajnos nincs benne TVS, ez sok esetben kicsit hátrány, annyira nem érezhető. Ha jobban megnézitek, akkor ugye van integrált gépágyúja is, de hogyha ez úgy gondoljátok, hogy nem elég 640 ammó bele, akkor még tudsz rá 3 gunpodot rakni, mert miért ne? Amúgy tényleg fun, főleg stealth belt-tel. Itt amúgy, ha megnézzük a modiait, akkor láttátok, hogy van AIM-9L, meg AIM-7F, AIM-9P, nyilván ugye ez a stockos rakétája, olyan amilyen. Viszont ugye ami már tökre combosodik, akkor ugye ez a 4 darab Sparrow, meg ugye 4 darab AIM-9-el. Jó, nyilván ugye kicsikét updated az AIM-9-el, de még mindig ugye all aspect, jobb mint az AIM-9P, és jobb mint az R60M. Ímen ugye ebből tud vinni 4-et, meg a 4 darab Sparrowból is 4-et. Ugye ez AIM-7F-et kapott, ugye tudjuk, hogy van AIM-7M is a játékba, de igazából, hogy F vagy M, teljesen mindegy, ugyanúgy működik, és ja. Tehát a játékban lévő működése, copy-paste, csak más a betű a végén. Nyilván ugye szokásos buta bombák, retard bombák, zunik, meg az FFR-ek. Régen ugye volt GDM-je, elvették tőle. Nehogy már legyen aztán a végén egy normális closer support ebbe a bérbe a japánoknál, nem baj. Nyilván ugye rendelkeznie kéne HMD-vel is, meg tehát ugye amikor már nagyon a végét járták ugye ezek a EJK Phantomok, ugye akkor nyilván ugye implementálták hozzá az AM3-okat, tudomásom szerint, de ebben majd kijavít valaki, hogyha tévedek. De úgy tudom, hogy amikor már tényleg a legutolsó ilyen éveikben repültek, akkor már szerepelt rajtuk AM3. Na de mindegy. Ez egy ilyen zárójelbe kezeljétek. És igazából, tehát ugye összességében ennyi, minden másból
sajnos csak egy fantom. Ugyanúgy tégla, ugyanúgy nem fordulsz, ugyanúgy nem vagy gyors. Viszont ugye ez valamilyen szinten kárpótol az, hogy kurva jó a radarod a BR-hez képest, és jók a rakétáid. Most inkább a Sparrow-kra értsük ezt, nem az olyan 9L-re, de amúgy az se rossz. Összességében így a véleményem az, hogy ugye 11 hétben szerepel, szerintem túl van BR-ezve, mint az összes Phantom. Jó, most ez tényleg eléggé boostolt, 11-3, én azt mondanám, 11 hét semmiféleképpen se, mint ugye tudjuk, hogy a BR-rendszer nem létezik, és így 12 hétben fogsz vele mondjuk 10-ből 8-szor játszani, és azért akármennyire szeretjük, akármennyire modernizált, nem egy Gripennel, vagy pedig egy Su-27 egyenharcértékű a repülő, de úgy gondolja a Gajin, hogy igen, és ezért földobja. Ja. Nyilván, ugye, hogy is mondjam, amikor meccseket mentek vele, akkor próbáljatok, amíg működik ez a taktika, nem magasra merészkedni, mivel ugye ebbe a BR-be elég jó radaros rakéták vannak, mondjuk a Magic 530 X távolságon belül nagyon jól működik. Jó, most a 12-0, viszont tehát mindig lesz amúgy a csapatban vagy az enemiben MiG-29, R-27R, jelenlegi legjobb BVR rakéta. Nem lesz esélyed lenne Sparrow-val, teljesen mindegy, milyen gépről indítod. És ja, ugye sok ember inkább a füvet nyírja vele, bár úgy mindennel, így általánosságban. Ezért, hogyha felemelkedsz, nyilván akkor a rakéta belemegy a földbe, és én a helyetekben amúgy ezzel alacsonyabban repülnék, és amikor majd megfejjátok látni a gameplayből, mert nyilván az is lesz, hogy bizonyítsam, hogy amit mondok, úristen, majd az is meg fogjátok látni, de minden esetre alacsonyan kell bele repülni, szerintem, vagyis én úgy szoktam, inkább így mondom, és amikor valaki fölöttem van, akkor kapja head-on-ba a Sparrow-t, és 99% hogy az el fogja vinni, mivel tényleg a nagyon jó radarnak, meg úgymond az AIM 7F, az tényleg egy fasza Sparrow, a Sparrow közül amúgy tehát úgymond szinte a legjobb, mivel ugyanaz, mint az AIM 9-em, ugye előbb mondtam, és nagy valószínűséggel, tehát majdnem biztos, hogy el fogja vinni. Nyilván ugye az AIM 9L-t is általában én radarszlévelni szoktam őket, nem mindig segít, de általában egy minimális pluszt rátesz, és kicsikét úgymond növeli az effektivitását. Ez sok esetben amúgy tud vicces dolgokat csinálni, de attól függetlenül csak egy AIM 9L fog maradni. A három gumpod az azért kell, mivel te nagyon manőverező légi arcot nem fogsz csinálni vele, mivel a repülő nem képes rá, ilyen egyszerű. Lehet vele, de extrém korlátozott, hogy te milyen repülő ellen, milyen helyzetbe fogsz manőverező légi harcolni, és nem is arra tervezték. Lehet vele, de geci nehéz, a repülő súlyra is, meg a manőverező légi harc is vele. De esetleg, hogyha mégis oda jut a helyzet, hogy neked manőverező légi harcot kell folytassál, akkor ha a head-ont elmisszeled, ugye, ha egy darab integrált fegyverrel, és ha rárakod ezt a három gumpodot, akkor úgymond nagy valószínűséggel, hogy nem fogod elmisszelni a head-ont, nyilván nekem is ezért van rajta. Én stealth beltet használok rá, és jön velem szembe a MiG-29 F-16, teljesen mindegy mi, megfogod a bal klikket, ráfekszel, és üvöltesz egy kibaszott nagyot rá, és darabokra fog hullani az enemy. Ha meg nem, akkor ne állj neki fordulódni, hanem szépen próbálj egy raid fightot kialakítani, vagy csak simán tovább menni, hogy majd a többiek elintézik, te mész a következőre. Nyilván ugye rendelkezik tűzvezető rendszerrel, ez azt jelenti, hogy külső nézetbe, tehát sima RRB-be. Neked az a kis célzó, ugye az mutatni fogja, mennyit lead-el jelé, ugyanúgy működik, ugyanolyan szarul, mint az összes többibe, de legalább van egy viszonyítási alapod. És megfogod, szintén ráfeksz a bal klikre, és tehát ez a három, tehát négy darab 20 millis biztos, hogy el fogja találni, legalább úgy, hogy lezuhanjon. Ne is egyből halljon meg, de olyan sérüléseket okozzál neki, hogy azt ne ijje túl, hogy pedig annyira károsodjon, hogy ne tudjon tovább harcolni. Ennyire egyszerű.
Ezt ugye nyilván head-on, amit előbb említettem is, és amikor nyilván elrepül előtted, akkor egy sorozattal, vagy egy kurva hosszú sorozattal, mert amúgy van rá, így kivégzed a gecibe. Ennyi a lényege. Összességében amúgy egy nagyon szerethető gép. Nem csalódtam még ennyire pozitívan szinte gépbe. Jó, a Su-25T-be, ja. Viszont ugye te tényleg ugye egy Phantom, és ugye Phantom mindenki tényleg stroke-ot kapta, hogy úristen, ez egy hulladék, egy szemétdomb, egy szar. Az, de ez a Phantom nem. De nézzük is akkor, hogy így miről beszéltem, mert nyilván, hogyha vizualizáljátok, akkor könnyebben átmegy. Hát ezt a pályát sem szeretem annyira. Na mindegy. Rakodott volna be egy Cityt. Vagy egy Kamcsatkát, az még úgy tetszik. Ja, nem akarok nagyon belemenni a buliba, így egyből inkább egy kicsikét oldalról közelítek, még hogy ezt az X-es Drakent jó lenne elkapni, de... Jó, hogy nem lőttem rá. Na, akkor inkább... Nem, majd te is jó leszel. Gyerünk. Na, itt már meg lesz tuti. Nagyon jó. Te is. Igazából telibe kapta a Sparrow, azt így nem történt semmi. Na mindegy. Mindegy, ez skillisú. És trekkelte? Na, ezt már szeretem. Így, ahogy ez már esett, nem mindegy. Bra. Hát ez elég gyors volt. Menjünk még egyet inkább. Mert ez itt tényleg így nem sok minden derült ki. Jaj. Jó gyorsan lepörögött az a meccs amúgy. Ugyanez a pálya, ugyanúgy utálom, ugyanaz a taktika. Csak most persze itt... Jó, fel is dobott, na mindegy. Ne térjél ki, légy szíves, úgy, azaz. Hú, de hülye vagy. Gyerünk, téged is. Egy kettőből kettő, csak így crit. Jó, meghaltak, helyes. Na! Ez ilyen... Mester 3-as volt, vagy nem tudom. Új. Aj, ne jön a mirázs. Aj, ne, no. Persze a mikroszáram az meg az F14-re megy, és nem fogja, hogy mögötte van valaki. Jaj. Hú, de jó lenne most a HMD. Gyerünk, mindegy. Jó, így is jó. Hú, oké. Okay. Megint elfogyott az enemy. Bra, egy ember él. Hát, igen. De egy, nyomunk be egy ordert. Ja igen, tehát valamiért levágja a felbontás a képet most, hogyha fölveszek, nem tudom miért, mert be van állítva ugye a játékbeni felbontásra, hogy úgy csinálja a felvételt. De valamiért ilyen lehetetlen, úgy mint hogyha ilyen manuálisan bírtam volna a felbontást, arra beállítja, visszaállítja saját magát, és egyszerűen nem bírom úgymond felülírni, mert visszarakja.
ilyen 2000, mit tudom én, 2073x1080, vagy valami ilyesmi felbontást ír, és így levágja a kép tetejét, nem tudom miért. De úgy az a fur, hogy ezt nem mindig csinálja. Na mindegy. Mondjuk ez nem hiszem, hogy elkelni fogja vagy elkapja, de azért megpróbáljunk rálőni egy Sparrow-t, aztán max majd bemegyünk érte, hogyha már leszáll, de mondjuk, hogyha leszáll és ki fog ugrani, akkor úgyis vesztettek, mondjuk lehet, hogy amíg az bemegy érte. Eléggé úgy tűnik. Oké. Okay. Hát jó. Hát igazából ez így ennyi. Ez a kis F4. I caught it bad just today. You hit me with a call to your place. Ain't been out in a while anyway. Was hoping I could catch you throwing smiles in my face. Romantic talking, you don't even have to try. You're cute enough to fuck with me tonight. Looking at the table, all I see is bleeding white. Baby, you living the life, but nigga, you ain't living right. Cocaine and drinking with your friends. You live in the dark, boy, I cannot pretend. I'm not faced, only you to sin. If you've been in your garden, you know that you can. Call me when you want, call me when you need. Call me in the morning, I'll be on the way. Call me when you want, call me when you need. Call me out by your name, I'll be on the way. Like you, every time that I speak, a diamond and a nine, it was mine every week. What a time and incline, God was shining on me. Now I can't leave, and now I'm making hella Italy. Never want the niggas that's in my league. I wanna fuck the ones I envy. Cocaine and drink it with your friends. You live in the dark, boy, I cannot pretend. I'm not faced, only you to sin. You can call me when you want, call me when you need, call me in the morning, I'll be on the way. Call me when you want, call me when you need, call me out by your name, I'll be on the way.
the situation they got me facing. I can't live a normal life, I was raised by the street, so I gotta be down with the hood team. Too much television watching got me chasing dreams. I'm an educated fool with money on my mind. Got my 10 in my hand and a gleam in my eye. I'm a low-down gangster, set tripping banker. And my homies is down, so don't arouse my anger. Fool, death ain't nothing but a heartbeat away. I'm living life do or die. What can I say? I'm 23 now, but will I live to see 24? The way things is going, I don't know. After minute, hour after hour, everybody's running, but half of them ain't looking what's going on in the kitchen. But I don't know what's cooking. They say I got to learn, but nobody's here to teach me. If they can't understand it, how can they reach me? I guess they can't, I guess they won't, I guess they front. That's why I know my life is out of luck, fool. Believe that when you need that, I'll provide that, you will always have.
whole crew got the juice, yo, came the truth. My screams is the proof, them other dudes get the deuce. So when I speed in the coupe, leaving this interview, it ain't nothing new, I've been f***ing with you. None of them niggas ain't taking you, just tell them to make a you, huh? That's how it be, I come first like debut, huh? So baby, when you need that, give me the word, I'm no good, I'll be bad for my baby. So make sure that he's getting his share, make sure that his baby take care, make sure I'm on my toes, on my knees, keep him pleased, rub him down, be a lady and a freak. Oh.